Első vád az volt ellen. Nekem olyasmit is kell mondanom, amiért... Mert a Biblia értelmem bűnbak vagyok. Az én felelősségemre gondolom. Mondják meg, hogy mit csinálják. Én más kötelezettségem is szökni kell. Én persze tudok bizonyítékot. Következő vád az volt ellen. 56 októberi ellenforradalmi támadás. Diáktüntetés. Utána a forradalmi ellentámadás. Én szovjet. Ügynök vagyok. Nem tudom, maguk engem büfetembernek vagy pocakosnak ismertek, nekem éveken át stabil súlyom. Kádár János 1956-tól 1988-ig 32 éven át volt Magyarország vezetője. Ez a 32 év a Kádár korszak. Ebben a 32 évben volt kemény diktatúra, puha diktatúra, gulyás kommunizmus, és ennek a második felében éltek a magyarok a legvidámabb barakban. Ez a 32 év a Kádár rendszer. Ki hogyan emlékszik erre az időszakra, úgy nevezi. Mi az én felelősségem? Az, amit nem én használtam. Más nyugati olyan ember, akinek a szovjet tankok jelenlétébe mondja. Azt mondta, hogy a Dunánál túl gyors a folyás. Miért felelős Kádár János? Teljes egészében a Kádár korszakért, a gulyás kommunizmusért, a legvidámabb barakkért, a puha diktatúráért? Vagy csupán a körülmények, a Duna gyors folyásának, a szovjet tankok jelenlétének áldozata volt? Az 56-os megtorlásokért és Nagy Imre haláláért sem ő a felelős. Fegyvertelen emberek, pogrom alapján megölték. És azokat előbb ölték meg, mint a Nagy Imréket. Mert ha arról van szó, hogy nem történelmileg nézem, akkor én is nyugodtan azt mondanám, hogy ha én 30 év táblatából élek, hát én mindenkit sajnálom. 1956. október 30-án, 7 nappal a forradalom kitörése után Kádár a következőket mondta. Én a magam részéről kijelenthetem azt is, hogy az előttem szolnoktakkal, Nagy Imre, Szildi Zoltán, Erdei Ferenc, ismerőseimmel és barátaimmal, általam nagyra becsült és tisztelt honfitársaimmal teljes mértékben egyetért. Majd 1956. november 1-én ezt mondta. Nézzük, dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákos uralmat. Kilívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét, amely nélkül nincs, nem lehet szocializmus. Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben, annak vezetésében becsülettel helytáltatok, áthatva igaz hazaszeretettől, a szocializmus iránti hűségtől. Beszédének másnapján Kádár János eltűnt Budapestről. Még a felesége sem tudta, hol van. 4 nap múlva, miután megjárta Moszkvát, amíg Budapesten és Magyarország más részein folytatódott a forradalom, a szovjet tankok kíséretében visszatérve az általa írott beszédet Münich Ferenc olvasta föl a rádióban. A hazánkban október 23-án megindult tömegmozgalom, melynek neves célja a Rákosi és társai által elkövetett párt és népellenes bűnök kijavítása, a nemzeti függetlenség és szuverenitás védelme volt, a Nagy Imre kormány gyöngesége és a mozgalomba besorakozott ellenforradalmi elemek növekvő befolyása révén beszélbe hozta szocialista vívmányainkat, népi államunkat, munkásparaszt hatalmunkat, hazánk rét. Vajon mi történt ebben a 4 napban? Mitől vált 4 nap alatt Nagy Imre, az ismerős és a szövetséges, gyenge kormányfővé Kádár János szemében? Mitől vált a dicsőséges felkelés ellenforradalomnál? Mi ennek a püffet vagy pocakos embernek, ki hogyan emlékszik rá, a felelőssége? És mi a szovjet tankok, a túl gyors folyású Duna, a körülmények felelőssége? Egy biztos csupán, Magyarország 32 évének sorsa 4 nap alatt dőlt el 1956-ban, november 1-e és 4-e között. Engem éjjel-nappal is egy sem elé, ki van pörögadva, hogy milyen felelősségem is van neki. Azt mondta, egész pontosan, békés,
diáktüntetés, fölkelés, én nem minősítettem semmiféle ellenforradalom. Ezt értettem a résztvevőkre is, és a dolog menetére is. Ahogy a forradalom végére, úgy a kezdetére is külföldről érkezett Kádár János. A pártvezetőkkel együtt 1956. október 23-án délelőtt tértek haza Jugoszláviából. 23-án reggel egy normális egyetemi élet indult, bejött három diák a Műszaki Egyetemről. És mondták, hogy hát fiúk, mi megyünk egy tüntetésre a BEM szoborhoz délben, és hát ti is jöjjetek, csatlakozunk. A kormány nehezen tudott eligazodni a forrongó, kaotikus helyzeten. Mi kimentünk a Szabad Népszékházhoz a 16 pontot megszerezni, mert nyomtatásba volt, és rengetegen várták ott. Azokkal együtt mentem át a Lánchídon, aztán a Főutcán, hát az óriási élmény volt nekem, aki nem gondolta volna, hogy ez így bekövetkezik. Vágták ki ezt az emblémát a nemzetzászlóból, meg óriási felszabadulási érzés volt, az óriási érzés volt. Egyszer csak a tömeg elindult a Margit híd felé és át a parlamenthez. Tehát ez rendkívül spontán módon és ment, és itt már felbomlott az a rendező erő, ami azt akarta, hogy fegyelmezetten betartva a szabályokat, nem provokálva a hatalmat, kell megmutatni az önálló akaratunkat. Kádárt a rádióhoz küldték tájékozódni. Itt szembesülnie kellett a hatalom bizonytalanságával. A tüntetést engedélyező, majd betiltó rádióbeszédek egymást váltották. Révai és Marosán már ekkora tömegbe akart lövetni. Ez azonban csak este történt meg. Nagy Imre Kossuth téri beszéde után, ami a hatalom szándékaival ellentétben nem megnyugtatta, hanem felbőszítette a tüntető tömeget. És hát akkor elkezdték mondani, Nagy Imre, hol van Nagy Imre, Nagy Imre, és végül is ő megjelent. Időpontra nem emlékszem, mikor volt ez pontosan, de már kezdett sötétedni. És kijött, és az első szólása volt, hogy elvtársak. Erre mi visszaüvöltödünk, hát mi nem vagyunk elvtársak. Az emberek a rádióhoz vonultak, ahol 9 óra körül eldördült az első fegyver. Aztán ott vártunk a Blaha Lovisa téren. Egy idő után végigszaladt a hír, hogy a rádiónál megöltek fiatalokat. És akkor már mentünk a rádióhoz. Ezzel egy időben a Dózsa-György úton ledöntötték a Sztálin szobrot. Az AVH Debrecenben is a tüntető tömeg belőtt. Ugyanezen a napon Miskolcon megalakult az első munkástanács. A rendszer immár jelképeiben és gyakorlatilag is romokban hevert. Érthető, hogy a központi vezetőség éjszakában nyúlóan tanácskozott. 1956. október 24-én hajnali 2 óra, vagy pedig valamivel előtte, de hozza létre még a Gerőféle, Hegedűsféle vezetés a Magyar Dolgozók Pártja Katonai Bizottságát. Ez a MDP-KB, tehát ez egy pártszerv. És ez a pártszerv hármas feladatot kap. Az egyik az, hogy hozza mozgásba, karatai mozgásba a hadsereget, ami a beavatkozás, a magyar hadsereg fegyveres beavatkozása. Ugye ez az egyik, a második ilyen, hogy fegyverezzék fel a munkásságot, ami jellemzően egy ilyen bigott gondolkodásra van, hogy azt gondolták, hogy a párt a munkásoknak majd akkor azok le fogják verni a nem létező ellenforradalmat, de a harmadik pedig, hogy a bejövő szovjet csapatokkal vegyék fel a kapcsolatot. A szovjetek bizalmát meg kell őrizni, mert a válságot annék kezelni nem tudom. Az 53-as tapasztalatok alapján a Gerőféle baloldalt el kell takarítani a hatalomból, mert megfúrnak belülről. Október 24-én hajnalban megérkeztek Budapestre a szovjet tankok, és velük a szovjet kommunista párt magasrangú tagjai. Mikoyan és Szuszlov már ezen a napon azt írták a Moszkvának címzett jelentésükben, hogy a magyar elvtársak egyik súlyos hibája az volt, hogy egészen tegnap éjfélig megtiltották, hogy a fegyveres erők tüzet nyissanak a zavargások résztvevőire. Így aztán ebben a szellemben igyekeztek is a páncélosok behozni a késedelmet. Először bevonult a hadsereg október 24-én éjszaka. De ez csak rontott a helyzeten. Ahogy mifelénk mondják, olaj volt a tűzre. A velük szembelévő házba lőttek, utána
apámmal néztünk ki a körúti ablakon, és fordult felénk az ágyúcső, és akkor kirohantunk a körúti szobából, és óriási dörrenés volt, szétlőtték a körúti szobánkat, kis hiány ott maradtunk. Hiába tette közzé a rádió 25-én reggel, hogy az ellenforradalmi bandákat felszámolták, a forradalmárok nem riadtak vissza a harctól. A pártvezetésben kiéleződő belső viták, Nagy Imre reformerei és a kemény vonalasok között csak elősegítették, hogy az ellenállók egyre inkább megszervezzék önmagukat és a harcot. Mi tudtuk, hogy valami valóban teljesen megváltozott az nap, de hogy mire, hogyan, mennyire, fogalmunk se volt. Amikor mi át akartunk menni a Korvin közbe, akkor leblokkoltunk, mert ott volt két tank. Egy kölyökoson ki a Korvin közből. És el nem tudtuk képzelni, hogy mit akar. Csak követtük a gyerek mozgását, és a tank mögé ment a gyerek. És akkor láttuk, hogy egy gyereknél egy üveg van, meggyújtja az üveget, és rádobja a tanknak a motorházára. És a tank begyulladt, de még a gyereknek sikerült visszamenni életbe. A Libikóka ingadozását a KGB Budapesten tartózkodó vezetője, Szerov tábornok unta el leghamarabb, aki 25-én egy teljes tankoszloppal lövetett a Kossuth téri tömegbe. Tehát nem sortűz volt, hanem vérengzés volt, amit én a körvadászathoz hasonlítanék. Vadász kéthajtó, közeledik, és amíg összeszűkül, akkor halomra lövik az apró vadakat. Hát így lőtek ott bennünket, akkor volt ott egy ilyen töltés, ahol már halottak feküdtek, oda feküdtem be, szerintem legalább 600 halott volt. Ezzel egyértelművé vált, hogy a kormány válságkezelő politikája megbukott. Gerő Ernőt szovjet javaslatra felmentették, és helyette Kádár János nevezték ki első titkárra. Kádár kinevezését igen jelentős pillanatnak kell tekintenünk mind a forradalom, mind az ország jövőjének szempontjából. Ha ebben a pillanatban nem kapja meg az első titkár tisztségét, talán sose lett volna Magyarország vezetője. Ugyanakkor csak találgatni tudunk, miért éppen őt választották. Talán ő volt az egyetlen a vezetésben, aki október 25-éig sem a kemény vonalasok, sem a reformerek mögé nem állt be egyértelműen. A központi vezetőség talán épp egy ilyen, némiképp befolyásolható szemében látta meg a lehetőséget a helyzet rendezésére. Kádárról tudni lehetett, hogy apa nélkül egykeként nőtt föl. Igazi munkás volt. Én ugyan primitív ember vagyok, én csak négy akkori ellemit jártam, és négy akkori polgárit, ez egy kicsit jobb volt akkor. Komolyabban vették, hogy gyerek legalább meg tudom írni, olvasni. Az illegalitás alatt is hűséges tagja volt a pártnak, mintha a családot pótolta volna számára a mozgalom. Apátlan gyerek, és bár házas, de gyermektelen férfi volt. A központi vezetőség bizalma innen nézve érthető. Azonban csak később vált világossá, hogy a szovjeteknek is kapura jött Kádár ingadozása. De Kádár kinevezése sem segített. Budapesten folytatódtak a fegyveres harcok, az országban általánossá vált a sztrájk. Kecskeméten, Miskolcon és Moson-Magyaróváron ismét a tüntetőkre lövetett a hatalom. Mi dolgoztunk azokon a napokon megállás nélkül. Volt egy szünet, talán egy vagy két órakor megint terautó hozott be sebesülteket, lövések, tüdőlövések, haslövések, eltörött csontok, úgyhogy megállás nélkül ment a kezelés. Kádár csak azután állt egyértelműen Nagy Imre pártjára, hogy kiderült, a kemény vonalasok katonai diktatúra bevezetésével oldanák meg a helyzetet. Mivel ekkorra már az is világossá vált, hogy a tüntetők nem általában a szocializmus, hanem a Rákosi rendszer ellen küzdenek, Kádár a reformerek felé húzott. Megharcolnak, most mondhatnám azt, hogy a galambok és a héják, de ezt csak inkább szimbolikus módon tessék érteni, hogy mi legyen a kibontakozás, és a kibontakozás az, hogy ez se új, könyörgöm. Hát elvtársak, álljunk az események élére. Tehát a 28-ai szöveg, ha ön megnézi, miről szól, akkor a következőt mondja,
Egyrészt a Kádár is elmondja, a később is elmondja, a novemberben is elmondja, hogy akkor már láttuk, hogy ez nem, mert tényleg azt gondolja, hogy ellenforradalom, itt nem, olyan követelések vannak, amik jogosak. De most hogy kell ezt kezelni? Mert tőle szívesen lehetett volna minden ellenforradalom kezelni. Tehát úgy, hogy kiegyezek és konszolidálom. Akkor azt mondom, hogy tisztelt magyar állampolgár, tisztelt magyar honpolgárok, ti fölkeltetek a Rákosi diktatúra ellen, ez a dicsőséges nagy népmegmozdulás, nem forradalomról beszélnek, dicsőséges nagy népmegmozdulás, győztetek. Együtt haladjunk előre az úton, aki ezek után, hogy győzött, nem teszi le a fegyvert, az ellenforradalmár. Mi a lényege? Az, hogy a fegyvereseket elválasztom, tehát a forradalom fegyvereseit elválasztom, Budapestről a fegyvertelen támogatóktól, és rájukhatok. Kádár Rákosi korszakbéli tevékenységének ismeretében ez a váltás még érthetőbbé válik. Sokan máig sem tudják, milyen jelentékeny szerepet vállalt a Rajk László elleni koncepciós perben. Kádár János ott ült a kihallgató szobában, mielőtt régi barátját halálra ítélték volna. A vallató szerepében Kádár hol barátsággal, hol még egy gestápost is megszégyenítő verbális terrorral és kegyetlenséggel beszélt Rajkhoz. Van valami mondani valód? Mi azért jöttünk ide, hogy módot adjunk neked életedben utoljára a párttal beszélés. Én azt akarom mondani a pártnak, hogy becsületes párthű pártag voltam. Semmiféle idegen hatalommal, semmiféle kapcsolatom nem volt. És ha velem végig kell csinálni ezt a procedúrát, amit a vallomások mondanak, ítéletet kapok. Mindegy, hogy milyen ítéletet. Egy párthű, ártatlan ember fogja kapni ezt az ítéletet. Elhiszette azt, hogy a mi pártvezetőségünk beveszi azt, amit te itt mesélsz egy hét óta? Elhiszed? Hát én egy... Elhiszed? Én csak egyet tudok mondani. Ezt mondd meg! Elhiszed? Én hittem és hiszek a pártban. Ami kárt te életedben a magyar munkás mozgalomnak tettél, azt, ha 10 életed volna, nem tudnád letörleszteni. Mondd azt, hogy elmebeteg vagy. Vagy mondjál valami értelmes dolgot, amit ha hazamegyünk, elhisznek nekünk, és nem nevetnek a szemünkbe. Rajk, magyarázd meg az életedet nekünk. Ez a te feladatod. Egyet értsél meg. Itt kizárólag neked sürgős az, hogy magyarázd meg azt, amit a párt és a gondolat ellen elkövettél. Nehéz eldönteni, hogy Kádár valóban a párt és barátja igaza között vívódott, vagy ilyen professzionális, manipulatív vallató volt. A későbbiekből azonban inkább úgy tűnik, hogy ő maga volt manipulálható. Kádár az utolsó beszédben így emlékszik vissza a Rajk ügyre. És ha én nem mondom meg, hogy én miért hittem a kirakat, pereket, ez úgy nevezett kirakat pereket. Ugye imperialista mesének, akkor a későbbi történet sem igaz, mert én először a Rákosi beszámolójában hallottam, amit a 20. kongresszus után mondott. Majdnem ugyanazt mondta, amit a Hruscsov mondott. Csak azt mondta, mi ezen már túl vagyunk. Mert akkor volt már ez a Rajk ügy. Ami hát kiderült, hogy ez egy koncepciós per. Itt úgy hívja. És akkor hát most megkérdezem önöket, hogy jó, én hülye vagyok, én azt is vállalom. Innen nézve árnyaltabb képet kapunk Kádár döntéséről, aki 1951-es letartóztatásakor a saját bőrén tapasztalta meg, milyen ellenségnek lenni egy kemény diktatúrában. Nem akarhatta, hogy ezek az idők térjenek vissza, ahogyan azt a kemény vonalasok ígérték. A Kádár Nagy Imre vonalat az SKP már kellő biztosítéknak érezte ahhoz, hogy kivonja a szovjet hadsereget Budapestről. Nem a vereségüket ismerték be a forradalommal szemben, hanem úgy ítélték meg, hogy a helyzet immár politikailag kezelhető. Hiszen ekkor még Nagy Imre sem beszélt több pártrendszerről, és föl sem merült a Varsói szerződésből való kilépés. A Magyar Dolgozók Pártja széthullása miatt azonban Nagy Imre mégis bejelentette október 30-án az egypártrendszer megszűnését, és megalapította az úgynevezett kormánykabinetet. A koalíciós testületbe a párt első emberét, Kádár Jánost is bevették. Aznap a forradalmárok megostromolták a köztársaság téri pártházat. Diszes voltam. És október 29-én elmentem, hogy tájékozódjam.
És a kis katonák ott mákos tésztát ettek, megkínáltak, örömmel beszéltek arról, hogy 10-15 nap múlva leszerelnek. Ezek paraszt gyerekek voltak, nem vállalták, hogy ábiások őket, oda sorozták be. Ott voltak katonák. És másnap 10 órakor elkéstem, mert 10-re kellett volna menni, de akkor már körül volt zárva a ház. A színművészeti főiskolán barátaimmal beszélgettem. Egyszer csak jön valaki, hogy gyerekek, borzalom, ami a köztársaság téren zajlik. Oda mentem, és ezek a kis katonák hasont fekve, felemelt kézzel, hátulról legép puskázva. Szóval én vártam Kádárt ezek után. A tragédia ellenére a konszolidáció elkezdődött. Megalakultak az utolsó megyei forradalmi tanácsok, a honvédségnél létrejöttek a forradalmi katonatanácsok. Mindkét szervezet a forradalom eredményeit kívánta biztosítani a jövőben. Ugyanezen a napon szabadítják ki Mindszenty Bíborost, akit Nagy Imre miniszterelnöki minőségében is rehabilitál. Kádár János ebben a pillanatban oszlatja föl az immár teljesen lejáratódott és széthullott Magyar Dolgozók Pártját, és helyette megalakítja az utódpártot, a Magyar Szocialista Munkáspártot. Az 56-os úgymond likvidátorsága az egy nagyon is praktikus lépés volt. Csináljunk egy olyan pártot, ami tiszta, nem húzza magával az MDP-nek az összes baklövését, és egy olyan eszmei alapon áll, amivel ki lehet állni az emberek elé. A szovjet vezetésnél ezzel betelt a pohár. Hruscsov október 31-én eldöntötte, hogy újra bevetik a Vörös Hadsereget. Kína már jelezte, hogy csakis a keménykéz politikáját tartja helyesnek, de Hruscsov a lengyel és a jugoszláv testvérpártok támogatását is meg akarta szerezni az intervencióhoz. Kádár ebben a kiélezett helyzetben mondta fel hangszalagra élete addigi legfontosabb beszédét, amelyet másnap, november 1-én sugároztak, és amelyben teljes válszélességgel kiállt Nagy Imre mellett. Magyar munkások, parasztok, értelmiségiek! Sorsdöntő órában szólunk azokhoz, kiket a nép és hazairánti hűség, a szocializmus tiszta eszméjének becsületes szolgálata vezetett ahhoz a párthoz, melyet a sztálinizmus magyar képviselői, Rákosi és Klikje, vak és bűvös politikával a zsarnokság és nemzeti rabság eszközévé züllesztett. Őszintén beszélünk hozzátok. A nép felkelése válaszút elé érkezett. Vagy lesz elég ereje a magyar demokratikus pártoknak vívmányaink megszilárdítására, vagy szembe kerülünk a nyílt ellenforradalommal. Nem azért ömlött a magyar ifjak, honvédek, munkások és parasztok vére, hogy a Rákosi-féle önkényuralmat az ellenforradalom uralma váltsa fel. Népünk vérével bizonyította, hogy rendületlenül támogatja a kormánynak a szovjet erők teljes kivonására irányuló követelését. Nem akarunk tovább függőséget. Nem akarjuk, hogy hadszíntérre várjon az ország. Minden becsületes hazafihez szólunk. Fogjunk össze a magyar függetlenség, a magyar szabadság diadaláért. Ezt a beszédet hallva a magyar forradalmárok, akik napokkal azelőtt még fegyvert fogtak a Korvin közben, és több bajtársukat látták meghalni, akár nemzeti hősnek is tekinthették Kádár Jánost. Azt a Kádár Jánost, akinek ugyanezen a napon rejtélyes körülmények között nyoma veszett. És itt nem akárki eltűnéséről van szó, hanem a kormány államminiszterének, a párt első titkárának eltűnéséről. Az első vád az volt ellenem, hogy én szovjet ügynök vagyok. De én nem voltam szovjet ügynök. Ezt teljes felelősséggel kijelentem önöknek, és tudom bizonyítani. Akkor a következő vád az volt ellenem, hogy hát én szovjet területen. Kádár a november 1-jei eltűnéséről, majd moszkvai 4 napjáról alig beszélt később. Az egyik ilyen ritka alkalom a fent idézett utolsó beszéde volt. Az a tény, hogy a beteg, öreg Kádár végső, vallomásszerű felszólalásában is kitér a 4 nap kérdésére, csak erősíti azon feltételezésünket, hogy Moszkvában súlyos kérdések dőltek el akkor. Mire Kádár november 2-án este Moszkvába ért, Nagy Imre kikiáltotta Magyarország függetlenségét. Magyarország népe
a magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva, a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a magyar népköztársaság semlegességét. A magyar nép évszázados álma valósul meg ezzel. A forradalmi harc, melyet a magyar múlt és a jelen hősei vívtak, végre győzelemre vitte a szabadság a függetlenség ügyét. Magyarország dolgozó milliói, védjétek és erősítsétek forradalmi elszántsággal, önfeláldozó munkával, a rend megszilárdításával hazánkat, a szabad, független, demokratikus és semleges Magyarországot. Amíg Kádár 4 napig Moszkvában volt, egy teljes nemzet joggal hihette, hogy győzött a forradalom. De mit lehet tudni, és mit lehet csak feltételezni erről a 4 napról? Vajon Kádár magától ment, vagy felsőbb utasításra indult? Mi a 4 nap eredménye? Kádár egy pár fordulással leverte a forradalmat, vagy ügyes taktikusként megmentette az országot a még nagyobb szovjet elnyomástól? Mivel ebből az időszakból alig maradt ránk hiteles dokumentum, és mivel Kádár szinte soha nem akart beszélni erről az időszakról, ezekre a kérdésekre még nehezebb válaszolni. Nekem az a véleményem, hogy volt lehetősége arra, hogy ne menjen Moszkvába. Ő maga hozta meg ezt a döntést, mert csak úgy tudott belekezdeni a saját játékába Moszkvával, ha oda megy. Kádár ugyanis jól látta, hogy Nagy Imrét Moszkva nem fogadhatja el többé. Na most az, hogy ki volt az a szovjet politikus, vagy nem tudom kicsoda, aki a Münichnek, akiről feltételezhető, hogy ő volt a mozgató, szólt, hogy a tovaris Kádár meg te kellenétek, és hogy arra kellettek-e, hogy az Andropovval itt megdumálják Budapesten a dolgokat, vagy pedig már közölték velük, hogy kimennek. Feltehetően nem, mert a Kádár abba a ruházatba és abba a fehér nemük ment el, hogy aztán utána a gomba kellett neki vásárolni cuccokat, mert nem volt neki egy váltója. Tehát ha csak valami ilyesmi nem gondolok, hogy feltehetően a Kádár tudatában nem volt meg az, hogy ő egyenesen ki fog röpülni, de végül is a döntés megszületett, és ezek elvállalták. Ha itt van egy olyan kommunista teória, ezt ki nem fogja a fejükből verni, hogy ezzel a Kádár a kisebbik rosszat választotta. Ő csak azt mondta el, hogy a Münichkel elhatározták, ugye, hogy kilépnek, és hogy elmennek. De az, ami történt pontosan, azt ő nekem nem mondta el. Kanyó András egykori AVH-s hírszerző és újságíró 1989-es interjú sorozatában Kádár így beszél a kérdésről. Azokban a napokban óráról órára változott a helyzet. Én úgy láttam, nem vehetek részt tovább annak a kormánynak a munkájában, amely már csak sodródott az eseményekkel, és nem volt képes megakadályozni a mind jobban kiteljesedő tragédiát. Ezért november 1-én Münich Ferenccel elhagytuk a fővárost. Mi Münich elvtárssal úgy határoztunk, hogy kilépünk a kormányból, és olyan megoldást keresünk, amely véget vet a szemünk láttára kibontakozó tragikus folyamatnak és közelgő katasztrófának. Annak árnyékát már előre vetítették a lincselések, a hajtóvadászat, előbb az ávósok, aztán a kommunisták után. Kérdés, hogy kik következtek volna még? Azt biztosan tudjuk, hogy Kádár Münich Ferenccel együtt utazott november 1-én Moszkvába a Budapest-Tököl-Ungvár útvonalon. Szólni akkor senkinek sem szóltunk, én legalábbis nem. Így esett, hogy még a feleségem se tudta, hova lettem, s másnap a parlamentben keresett engem. Azt hiszem, ekkor figyeltek fel a többiek, és maga Nagy Imre is arra, hogy mi eltűntünk. Egyébként az útról még arra emlékszem, hogy egy kis gépen utaztunk, fáztunk, mint a kutya. És Ungváron talán annyit időztünk, hogy a zsíros kenyeret megettünk. Innen Moszkvába vitt az utunk. Kádár volt munkatársa, így emlékszik a történtekre. Mikor Kubából jöttünk hazafele, akkor egy egész éjjel a repülőgépen beszélgettünk, mert ugye ő nem tudott aludni, és én sem tudtam aludni. Éppen azért, és hát beszélgettünk, és érdekes módon például megkérdeztem, hogy és 56 november elején hova mentek, azt mondja, hát oda, ahol fel tudtuk venni közvetlenül a kapcsolatot a barátokkal. Még azt sem mondta ki, hogy Moszkvába ment.
Kádár november 2-án és 3-án számolt be a Kremlben a szovjet kommunista pártnak az úgynevezett magyar kérdésről. Az történt, hogy mi november 2-án és 3-án tárgyaltunk több szocialista ország és testvérpárt vezetőivel a magyarországi helyzet alakulásáról. Beszéltem szovjet, kínai és más pártok embereivel. Teljes volt az egyetértés, hogy a dolgoknak nem engedhetünk szabad folyást. Kádár ekkor még úgy lép fel, és úgy próbál fellépni, mint a Nagy Imre kormányminisztere. És azért benne ki van annyi politikai tapasztalata, hogy a súlykot nem veti el. Nyitva hagy minden ajtót. Gyakorlatilag tájékozódik, puhatolódzik, hogy igazából mi a szovjet szándék. Akkor ő még a Nagy Imrének a tevékenysége nagyon szordinósan fogalmazza meg, mert a saját státuszával nincsen pontosan tisztában, illetve nem tudja, hogy a kibontakozás milyen lehetőségei lesznek, és mi lesz a döntés. Hruscsov csak másnap, 3-án tért vissza a szovjet fővárosba. Könnyen lehet, hogy egészen eddig a pillanatig Kádár nem is tudta pontosan, miért van Moszkvában. Eközben szovjet részről megtárgyalták a magyarországi eseményeket Tito elvtárssal. Nekik is az volt a véleményük, hogy ha nem történik valami, az események elsöprik a Magyar Népköztársaságot. De az igazi kérdés valójában az volt, ki legyen a szovjetek új helytartója Magyarországon, Münich vagy Kádár? Ott kiderült a Kádár számára, hogy a elnökségben, a már a szovjet párt elnökségében két nézet van. Az egyik az, hogy a Kádárból kell vezetőt csinálni, a másik, hogy a Münichből kell. És a Kádár szerintem nagyon rosszul érezhette magát. Tehát a Kádár megélte, hogy a jelenlétükben vitatkoznak arról, hogy ki legyen az új vezető Magyarországon. Hruscsov bizonytalan volt, hiszen Kádárról még 56 áprilisában is negatív hangvételű jelentéseket írt a budapesti szovjet nagykövet. Főként a már emlegetett Rajk-ügy miatt. Nemrég még az is kérdés volt, egyáltalán beválasszák-e Kádárt a politikai bizottságba. Hruscsov erről is tárgyalt Titóval, aki Kádárt javasolta új vezetőnek. Kádár személye csak a szovjet-jugoszláv találkozón merült fel, amikor Tito és Hruscsov találkozott Brioni szigetén november 2-án éjjel. Itt a jugoszlávok azt mondták Hruscsovnak, Malenkov is ott volt Hruscsovval együtt, hogy Kádár a megfelelő ember. Egyrészt fiatalabb, másrészt népszerűbb is. Ezért kell őt választani. Maga Kádár így beszél erről a Konyó által készített interjúban. Ez se engem, se Münich elvtársat nem nagyon érdekelt. Mi nem frakcióra vadásztunk, nem hivatalt akartunk. Azt tettük, amit helyünkben igen sok becsületes magyar ember tett volna, ha válaszút elé állították volna az események. Az interjú tanúsága szerint tehát Kádár nem lobbizott a vezető szerepért. A nyilvánosságnak szóló saját narratívájában önálló döntése nyomán és csakis az ártatlan emberek, illetve az ország védelmének érdekében utazott Moszkvába. De hogy ki lesz Magyarország vezetője ebben a helyzetben, az nem érdekelte volna különösen. Vajon hihetünk-e a már öreg és ne felejtsük rutinos politikus Kádárnak, hogy azért vállalta a báb kormány vezetését, hogy megmentse a hazáját? Vagy valójában egy rendkívül ravasz és pragmatikus politikussal állunk szemben, aki talán már november 1-én tudta, hogyan kell lépegetnie a saktáblán ahhoz, hogy végül szovjet segítséggel ő adhasson mattot. Hiszen Kádár többször is elmondta, hogy nem akar egy báb kormány irányítója lenni, és 3 évtizedes vezetői pályafutása során némiképp sikerült is eltérnie a szovjet mintától. A szocializmus építése a nemzeti sajátosságok figyelembevételével. Hát ennek egy, ha akarja, akkor ez egy lefolytott formája, hogy nem akarok bábkormány lenni, nem akarom utánozni mindenben a szovjet fejlődés, mert a szovjet fejlődés, a szovjet viszonyok nem ültethetők át magyar viszonyra, tehát ahhoz, hogy azt a célt, amit a Szovjetunió vezetésével el akarok érni, nem azokkal az eszközökkel, módszerekkel és parancsuralmi szituációval, mert én magamtól megcsinálom, mert a kettőnknek egy az érdeke. Tehát ugye a színész mozog, a bábot mozgatják. Tehát itt, és ugyanazt a darabot el tudja játszani a bábszínházba, és el tudja játszani a felnőtt színházba. Tehát az, hogy, és a Kádárnak ilyen mondatai vannak, hogy ő neki nem az a probléma,
hogy a feladatot végre kell hajtani, hanem ehhez kapjon valami fajta mozgásteret. Он всегда это считал очень важным, если мы посмотрим его. Mindig nagyon fontosnak tartotta ezt. Ha megnézzük a későbbi találkozóit Hruscsovval, Brezsnyevvel, ő mindig nagyon határozottan azt mondta, hogy jobban tudom nálatok, milyen káderekkel rendelkezem, és hogy kivel dolgozzam. Mindig védte a jogát a saját csapat kialakítására. És nekem úgy tűnik, hogy ez volt a sikerének egyik titka. Ezért nem kerültek Rákosi emberei például a csapatába. Ezek az emberek, akik ott voltak Moszkvában, Rákosi, Gerő és mások, mind leveleket írtak a szovjet pártvezetésnek Kádár ellen, hogy túl puha a politikája, hogy elfogadhatatlan a személye, hogy a jugoszlávok irányítják. Azaz, nyomást próbáltak gyakorolni Moszkvára, és fúrták Kádárt. Aktívan ellene ügyködtek. Команды Ракоши, людей команды Ракоши, которые активно работали против Кадара. Érthető tehát, hogy Kádárnak rövid és hosszú távon is az volt az első és legfontosabb lépése, hogy megszilárdítsa hatalmát. Én négy tüzetesen elvesztem, és én egy erőtényezősen elvesztem el. Ez sem. Csak azt mondtam, hogy hát kaput is mondtam. Hát mit csinál? Hát ez, ennek ez a neve. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak külvárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. 1956. november 4-én a szovjet hadsereg megkezdte a koncentrált támadást a demokratikusan működő harmadik Nagy Imre kormány ellen, amelynek például Bibó István mellett ironikus módon tudtán kívül maga Kádár is tagja volt. Hiszen amikor Nagy Imre 3-án összeállította a legfrissebb kormánylistát, a miniszterelnök még nem tudta, hol van Kádár. Kádár János, akit Nagy Imre egy nappal korábban még a barátjának hihetett, november 4-én jóváhagyta, hogy a következő beszédet sugározza az Ungvári Rádió. A reakciósok saját előzőtényeiket követ. Kezdet emelte a mi népi demokratikus rendszerünket. Ez azt jelenti, hogy a gyárakat és üzemeket vissza akarják adni a kapitalistáknak. A földre a nagybirtokosok. Már el is indították Horthy zsandárait, börtönőreit, az egész átkozott és gyűlöletes elnyomó és kizsákmányoló rendszer képviselőit, hogy a nép nyakára üljen. Emellett nem szabad szem előtt éveszteni, hogy felhasználva Nagy Imre kormányának gyengeségét, ellenforradalmi erők galázdálkodnak, gyilkolnak és rabolnak az országban, és attól lehet félni, hogy fülőkereket. Kádárnak 4 nap elég volt ahhoz, hogy megváltozzon a véleménye a forradalomról. Vajon a november 1-jei, vagy a 4-ei beszéd volt az őszinte? Akkor azt gondolta teljes igazának, vagy igaznak. De november 4-én váltani kellett, mert akkor is jönnek. Illetve nem jöttek, mert bent voltak. Szóval emberileg egy tragédia. Én nem mondta, hogy ő úgy élte át. De emberileg ez egy nagy tragédia, két ilyen. 4 nap alatt ekkorát változtatni. A felhívást Münich Ferenc olvasta föl a rádióban. Majd, mint a fegyveres erők és a közbiztonsági ügyek minisztere, a szovjet tankokkal együtt utazott föl Budapestre.
Kádár két napig még szolnokon maradt. Münich Ferenc és sokan mások, katonák, tisztek és pártmunkások a szovjet csapatokkal együtt nyomultak be Budapestre. Én néhányad magammal Szolnokon maradtam, és ott kezdtük el a szervezést, hiszen az új kormány egyes tagjaival addig nem is tudtunk beszélni. Így esett meg, hogy egyesek éppen a már említett rádióüzenetből tudták meg, hogy ők is tagjai az új kormánynak. Kádár így beszél a helyzetről a Kanyó interjúban. A valóság azonban az, hogy a kormánylistát és a programot is már Moszkvában megírták oroszul. Kádár nem a kormány szervezése miatt maradt Szolnokon, hanem vagy biztonsági okokból, vagy puszta gyávaságból. Jött a november 4-i totális háború, mert hisz az, amit november 4-én megkezdődött, az nem is olyan beavatkozás, mint az előző, az totális háború volt Magyarország ellen. November 4-én, amikor elkezdték hajnalba aknavetőkkel lőni a várost, na, akkor kimentünk az Üllői út felé, a klinikák felé, és akkor közben visszaküldtek bennünket lőszerért, bevágott az akna. És akkor estem össze azzal, hogy tárgyilagosan megállapítva, hogy na most már meghalok. A pár ezer forradalmár, 10-20 éves pesti srácok puskákkal és molotov koktélokkal próbálták fölvenni a harcot a Vörös Hadsereg professzionálisan felszerelt és összpontosított páncélos hadosztályával szemben. Az orvosi egyetemisták a Kilián laktanya őrizetlenül hagyott garázsából szereztek maguknak teherautókat, hogy tudják menteni a sebesülteket. A szovjetek a harcok végéig 7 vörös keresztes csepelt kilőttek alóluk, de máshol sem kímélték a civileket vagy az orvosokat. Az is történt a klinikán, hogy egy tank bejött 6-án és kilőtte az emeleteket. És a második emeleten ott volt 6 frissen operált beteg, akit ott kilőttek és ott haltak meg az ágyukba operáció után. Ez zajlott a fővárosban, amíg Kádár Szolnokon várt, vagy szervezte a kormányát, vagy épp azon gondolkodott, miként menthetné meg hazáját, hogyan válassza az úgynevezett kisebbik rosszat. Vagy talán őszintén kétségbe volt esve, amikor ráeszmélt, hogy mihez adta a nevét. Aztán november 6-án este egy szovjet harckocsikból és páncélkocsikból álló konvojjal mi is Budapestre indultunk. Megérkezni azonban csak másnap reggel tudtunk, mert nem a főútvonalon, hanem kerülő utakon közlekedtünk. Így 7-én hajnalban érkeztünk meg a parlamenthez. Kádár egy fegyveres osztaggal a háta mögött lépett a parlamentbe, hogy feloszlassa a Nagy Imre kormányát. De ekkor már csak Bibó István ült a helyén az országházban. Az egyetlen demokrata, aki nem félt. A kormányt így nem volt nehéz feloszlatni. Mindez azonban csak a kezdet volt. Mivel a novemberi hadjárattal Kádárnak nem sikerült konszolidálni a helyzetet, decemberben megkezdődtek a megtorlások. Nem volt kímélet egyetlen munkástanácsnak sem, amelyik védelmezni próbálta az önkormányzatiságot és a demokráciát. A gépezet igazán 1957. januárjától indult be. Egy kisvárosnyi embert börtönöztek be, és százakat ítéltek halálra. A magyar történelem során a legnagyobb, legszélesebb, legbrutálisabb megtorlása ez a Kádár nevével fémjelzett, a Szovjetunió által végrehajtott, és rengeteg mocskos ember által végrehajtott megtorlás volt. 24 ezer embert ítéltek el, 24 ezeret. Közel 300 embert végeztek ki, internáltak ezreket. A munkás 10 ezreket elbocsájtottak a munkahelyükről. És olyan félelmet keltettek, amelyben ez a bátor nép meghunyászkodott, kénytelen volt. Hallottam a folyosón, a bakkancsok rohannak és üvöltik a nevemet. Hát tudtam, hogy na, hát ez, ennyeket nem megyek kifogadni, mert ugye csak egy ajtó van, és hát az ablakon szépen kimentem a udvarra. Bementem a konyhába, levettem a fél kabátomat, felgöröltem hónom alá, és kimentem a hátsó ajtón. És hát tudtam, hogy az első dolga az, az ember nem rohan, és az ember nyugodtan megy, és hát a lehetőség szerint oda megy, ahol több ember van. Kádárnak 4 nap elég volt ahhoz, hogy megváltozzon a véleménye a forradalomról. És ahhoz, hogy ő maga véreskező diktátorrá váljon, alig több mint 2 hónap kellett. A politikai ellenfeleit eltette az útból. Így gondoskodott arról, hogy Rákosi soha többé ne térhessen haza a Szovjetunióból. Bibót, az utolsó demokratát életfogytiglanra ítélték. Nagy Imrét kivégeztette.
pedig a Glasnost jegyében nyilvánosságra hozott szovjet levéltári dokumentumok szerint a kivégzésre nem kötelezték a szovjetek. Ezt nem a báb és a bábjátékos csinálta. Ezt a színész improvizálta bele a drámába. A megtorlás mikéntje és mértéke is egyike volt a magyar szocializmus nemzeti sajátosságainak. A végső konszolidáció, a puha diktatúrába történő átmenet, majd később a gulyás kommunizmus és a legvidámabb barak időszaka mind 1957. május 1-jéhez köthető, ahol a még mindig fiatalos és sármos Kádár elmondta emblematikus beszédét, amellyel végleg leszögezte, aki nincs ellenünk, az velünk van. Mi azt gondoljuk, hogy a bűnösöket meg kell büntetni a népköztársaság ellen, a nép nyugalma és munkája ellen áskállódókat kordába kell tartani. Az a véleményünk, hogy a nép hatalma, élete és békéje a legszentebb dolog a világon. Ezért törvényes szerveink akkor tesznek eleget az emberiesség és a demokrácia követelményeinek, ha a bűnösökkel minél keményebben bánnak el. Kádár ezen beszéde után, mintha egy egész nép felejtette volna el, hogy mi történt 1956. novembere és 1957. májusa között. Ha maguk elfeledtek, én is elvárom. Itt szabad meghozni a gyereztársak a parlamentben. Sokat tett, igen, sokat tett érte, amit ő úgy gondolt, mert úgy gondolta, hogy az a valódi, és az az igazi, és lehetséges, legjobbik ugye a világon. De hát, mint kiderült, van más is. De én hősnek nem mondanám őt. Árulónak sem. Kádár János egy abszolút áruló, egy olyan áruló, aki a saját kommunista társát is elárulta, sőt a végén ugye vérpadra vitte és kivégeztette. És ami utána következett, hogy lehet azt a kiegyezéshez hasonlítani. Hát mi volt ott kiegyezés? Engem még 1988-ban háromszor elhurcoltak. Már az ókori bölcsek tudták, hogy a jog erkölcs nélkül önkény. Így valójában az lehet igazán működő jog, ami a társadalom erkölcsével egyezik. No, ennek az előrebocsátása után azt kell mondani, hogy Kádár a magyar nemzet megítélése szemszögéből föltétlenül áruló, nemzetveszejtő politikus, aki nem a magyar nemzet, hanem kizárólag a kommunista párt érdekei mentén mérlegelt és cselekedett, és minden skrupulózus nélkül keresztül gázolt azokon az objektív nemzeti értékeken és érdekeken, amelyek útjába voltak a kommunista mozgalomnak. Kádár János az apátlan gyermek és a gyermektelen apa, akinek a párt volt a mindene. Azok, akik megengedőek Kádárral, azt mondják, hogy van, amiért hálásak lehetünk neki. Az erénye elsősorban az volt, hogy nem a diktatúra erősödött, hanem puha diktatúra lett. A demokratikus rendszer épült, különösen az önkormányzatok, már észre lehetett venni. És ez a szerény képességű, alacsony horizontú ember lett az országnak a irányítója, és tulajdonképpen az ő szerény képességeihez és az ő szerény vágyaihoz és hatalmi dolgaihoz illeszkedett egy egész ország. Egy Pitiáneré vált, Pitivé, pesti szóval. Az emberek nem tudtak a kivégzésről. Csak legfeljebb egy-egy kivégzésről tudtak. De az, hogy milyen mértékben működik a szocialista halálgyár, azt nem tudták. És nem tudtak az agyonvert emberekről, akiket minden ítélet nélkül, minden nélkül vertek agyon. Ezekről nem tudtak, ezeket nem írták az újságokba.
A kádárpártiak azt mondják, hogy Kádár nem élt vissza a hatalmával, és mindvégig az ország javát kívánta szolgálni. Szerintük az is lehetséges, hogy 32 éven át ügyesen lavírozott a szovjetek parancsai és a saját országáért érzett felelősségtudata között. Nem ő élt vissza a környezete, hát ő egyedül nem volt Isten. Nem hallgattak még rá az elején. Hát el is mondta a szakszervezeti összetelem mások, hogy ő tudta, hogy nem virágcsokorral fogják várni. Úgyhogy ő tudta, hogy súlyos helyzetben van. Mai fejjel nehéz megérteni, miért felejtette el oly könnyen a társadalom 56-ot, és Kádár bűneit, és hogyan lett belőle a 20. század legnépszerűbb magyar politikusa, akinek a sajátos diktatúráját az 1867-es kiegyezés utáni Magyarországhoz is szokták hasonlítani. Hogy lelkiismereti konfliktus se legyen, hát nekünk kommunistáknak is megvan a magunk gyónása. Azt önkritikának hívják. És voltak ilyesfajta emberek, akik kommunistáknak nevezték magukat, és azt gondolták, hogy hasonlóan ahhoz, ahogy egy rossz katolikus egész évben gazemberkedik, és hogy húsvér táján elmegy a templomba, meggyón, és utána újjászületve és megnyugodva kimegy az utcára, és húsvét utáni kedden kezdi előről az összes gazemberségeit. Ezt nem lehet csinálni. Ez az ország, ha nem felejtjük el, elvesztett egy háborút. Ugye egy csomó hadifogója. Aztán jött 18, de főleg 19. Aztán jött 20. Aztán utána jött 1940. március 19. A függetlenség elvesztése, aztán jött a holokauszt. Jöttek a zsidó törvények. Aztán jöttek az oroszok 45-be, akik ugye nem úgy viselkedtek, mint akik éppen egy valami ünnepségre jöttek volna, azt a magyar asszonyok nagy része ezt el tudja mondani. Aztán jött a Rákosi féle fekete autó, aztán jött az 56-os forradalom. Tehát ez egy nemzedéknek, de itt azért két nemzedék egyben, ez azért elég sok volt. Ugye, és ez a nép azért eléggé elfáradt, és akkor volt a kádári ajánlat, és ez a kádári ajánlat, aki nincs ellenünk, az velünk van, ahol Kádár megteszi azt, amit, tehát nem követeli meg a feltétel fűséget, te maradhatsz otthon, csinálhatod a magad dolgát, ha te nem támadsz fel, én nem foglak téged bántani. Az egykori pesti srácok a legfájdalmasabbnak azt tartják, hogy Kádár elvette a szabadságot és a reményt a társadalomtól. Október 27-től kezdve november 4-ig itt érezni lehetett a szabadságot. Az ember az utcán járt, egy szabad utca volt. Az ország együtt volt. Azok, akik meghaltak, senki nem mondta, hogy na hát most mi ezt csináljuk, mert akarok ez lenni. Nem, segíteni akart. Mindenki akart közreműködni. És ez egy olyan szegényes ország, de egy erős ország volt, de benső tisztessége megmaradt. És ugye az a szerencsétlenség, hogy ezt megint elnyomták 40 évre. És nem csak elnyomták, hogy elvették a reményt. És a következő generáció már nem érezte ezt, nem érezte annak a vágyát, hogy szabad legyen, hogy érdemes ezért meghalni. Erre se lehet egy büszke. Amikor talán ezt mindenki tudja, hogy mit jelent ez a felelősség. Órákat, perceket, és nem az én sorsomról van sok szó, hanem az Isten tudja, hány ember meg is. Ha én 30 év táblatából élek, hát én mindenkit sajnálom. Kedves
Kádár az utolsó beszédében majdnem bocsánatot kér, bár idáig nem jut el, de érezhető egyfajta önmarcangolás. Önmarcangolás, ami nyilvánvalóan abból adódik, hogy Nagy Imre haláláért elsősorban őt terheli a felelősség. Ezt nem lehet rákenni a szovjetekre. Szerintem nagyon mély nyomot hagyott benne. Az interjúban emlékezetem szerint erre a kérdésre azzal válaszolt, hogy Nagy Imre tragédiája az én tragédiám is. Ez már aztán az utolsó években meg is látszott, a legutolsó beszédjében meg kifejezetten. Az az ember, hát a nevét nem mondta ki, hanem az az ember. Meglátogattam ma Mária nénit a halála után. Tudtam, hogy aznap nem nyit rá senki ajtót a hivatalos küldöttségen kívül, mert akik oda jártak, azok már nem mertek. Az utolsó időszakban már nagyon sokat szenvedett. Volt, amikor a falat kaparta, volt, amikor összecsomagolt börönbe, hogy megy, mert úgyis jönnek érte, és megkérdezte tőle, hogy Mária, meddig kell még nekem szenvedni? Azt és én úgy rávágtam, hogy karácsonyig. Képzelj el, az utolsó 10 napot nyugalomban töltötte el, mert ilyen ember volt, hogyha neki volt egy célja, kapott egy feladatot, akár szerette, akár nem, akkor vállalta. Nem tudja azt mondani, hogy tévedtem. Miért nem lehet azt mondani? Miért nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, akkor elvakultam. Egyszer úgyis be kell vallani mindenkinek.